Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Mai stúdió vendégem Herceg Zsolt, városunk polgármestere. Köszöntöm itt nálunk. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm én is és a kedves nézőket is. A mai műsorban a soros múlt testületi ülésről lenne szó, illetve a tegnapi soron kívüli ülés főpontjairól. Kezdjük akkor az elmúlt soros testületi ülés főpontjaival. Ennek egyike volt az, hogy fejleszteni kívánják az ipari területeket, ipari parkokat. Milyen terveik vannak? A területi operatív programok kapcsán még van egy ilyen lehetőségünk, hogy a pályázatok második körös kiírásában tudjunk pályázni. Ezt természetesen országgyűlési képviselőnkkel, Boldog István úrral már jóval korábban egyeztettük, és természetesen erre is készültünk. Ez a fejlesztés az ipari parkunk korszerűsítéséről, fejlesztéséről szól. Két alapvető részből áll, az egyik egy infrastruktúra építés. Ebbe bele kell érteni minden tulajdonképpen az alapinfrastruktúrák vonatkozásában, tehát az útépítés, a közvilágítás, jóvíz, szennyvíz, gáz, földgáz és elektromos és csapadékcsatorna hálózat kiépítése is. A célunk az az, hogy azokat a területeket, amelyeket még ezek a közművek nem érintik, azok a területek, a beépítetlen területek, amelyekre természetesen befektetőket várunk. Van is érdeklődés egyébként, folyamatosan jelentkeznek érdeklődők, folyamatosan tárgyalunk az ipari parkunk hasznosítási lehetőségéről, az esetleges betelepülők részéről megnyilvánuló érdeklődés esetén természetesen mindig szeretettel fogadjuk őket, és igyekszünk olyan képet festeni magunkról, ami kedvező, és próbáljuk ide csalogatni a befektetőket. Tehát ez a beruházás azt a célt szolgálja, hogy egy teljesen közművesített telekkel tudjunk a rendelkezésükre állni. Tehát azokat a területeket érnénk el ezekkel a közművekkel, amelyek most még nem közművesítettek. Tehát valamikor szántó területek voltak. Illetve még most is ilyen művelési ágban van egy részük. A másik része a fejlesztésnek egy szolgáltatóház építése, ez is ott az ipari park területén valósulna meg, és ennek a célja az, hogy mind a betelepülők a már betelepültek részére, és a jövendőbeli betelepülők részére különböző szolgáltatásokat tudjon nyújtani, különböző funkciókkal fog rendelkezni, és hát ez a cél ebben a projektben. A beruházás teljes összértéke az 430 millió forint, ebben természetesen a tervezési költségek is benne vannak, a különböző szakértői díjak, hiszen a pályázatot úgy kellett elkészítenünk, összeállítanunk, hogy egy engedélyes szintű terv dokumentációnak kellett készülnie, mind a közművekről, mind a szolgáltatóházról, és hát nem utolsó sorban egy üzleti tervet is kellett készíteni, amely alapján majd a bíráló meghatározza azt, hogy milyen támogatási intenzitású lehet a projekt. A többivel ellentétben, tehát a többi területi operatív program terén benyújtott pályázatunkkal ellentéttel itt nem feltétlenül garantált a 100%-os támogatási intenzitás, tehát lehet, hogy, sőt valószínű is, hogy valamelyes 100% alatt lesz. Természetesen a célunk az az volt, hogy a pályázat, ez a pályázati anyag, ez úgy legyen kidolgozva, hogy az intenzitás mértéke az megközelítse lehetőleg a 100%-ot, hát majd kíváncsian várom, hogy ez mennyi lesz. Abban az esetben, hogyha elbírálásra kerül, ugyanúgy, mint a többinél, hogy a projekt szereplőinek a kiválasztása kezdődik meg, illetve ezzel párhuzamosan a tervezési folyamatok folytatódnak, hiszen kiviteli szintű terveket kell elkészíteni, és hát ha nem 100%-os lesz, akkor fogjuk eldönteni, akkor tudjuk majd eldönteni, hogy az önkormányzat a szükséges, a biztosítandó önerőt azt hogyan tudja megoldani saját forrásból. Nyilván ezt majd látjuk, hogy minden bizonnyal az a jövő évi költségvetésünket fogja érinteni.
Tehát vagy önerőből fogjuk ugye a saját bevételeinkből finanszírozni, vagy ha erre nem nyílik lehetőség, akkor minden bizonnyal hitelt fog felvenni az önkormányzat, fejlesztési hitelt. Ilyenünk most is van egyébként, tehát a működési területünk az ugye abszolút rendben van, tehát ott nem hitelből működünk, hanem a kapott állami normatívából és a hozzáadott saját forrásból. Fejlesztési hitelünk kettő van, ami volt két évvel ezelőtt egy nagy útépítési projektünk, egy felújítási projekt, ahhoz vettünk fel hitelt, és az egészségházhoz, a mentőállomás és az orvosi rendelő kapcsán vettünk fel hitelt, ezek egyébként nem sokára is fognak járni, és hát ez lenne a következő hitel, és hogyha a jövőben még olyan pályázataink lesznek, ahol önerőbiztosítása szükséges, és ezt az önkormányzat természetesen a hitel képességének a határáig, tehát nem átgondolatlanul, hanem felelősség teljesen, tehát annyi hitelt fogunk felvenni, amennyivel meg tudunk birkózni, tehát amennyit vissza is tudunk biztonsággal fizetni. Úgyhogy ez a projekt erről szól, most adtuk be 14-én az elmúlt időszakban, tehát néhány napja, és hát kíváncsian várjuk ebben az esetben is az eredményét a pályázatunknak, reméljük, hogy sikeres lesz. A helyi identitást és kohéziót is erősítenék, ezt hogyan kell elképzelnünk? Igen, ez egy olyan projekt, amelyet megnyertünk, itt 92 millió forintos pályázati forrás nyertünk el. Itt a leszagadt rétegek, a szegregációban élők felzárkóztatásáról beszélünk. Ezek a programelemek, amelyek a projektben vannak, ezek úgynevezett soft elemek, tehát tulajdonképpen különböző oktatásokról, különböző rendezvények szervezéséről szólnak, és hát természetesen a céljuk az, ahogyan a nevében is benne van, hogy a leszakadt rétegeket egy picit fel tudjuk zárkóztatni. Hát ezt a tegnapi testületi ülésen is elmondtam, hogy nyilvánvaló azokat lehet felzárkóztatni, akik hagyják magukat, hogy segítsünk rajtuk. Tehát akik fogadókészek lesznek, és remélem, hogy minél többen lesznek ilyenek, akkor azokkal majd tudunk mit kezdeni, és a projekt költsége ez hasznos dolgokra fog fordítódni. Hát, hogyha nagyon kevesen lesznek ilyenek, akkor sajnos nem sok eredménye lesz, de hát bízunk abban, hogy minél több embert meg tudunk szólítani, minél többen fogadókészek lesznek majd a tekintetben, hogy aktívan részt vegyenek ezekben a programokban. Úgyhogy ettől ezt reméljük, annak idején ilyen célzattal nyújtottuk be a pályázatot, és hát ez a pályázatunk is nyert. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a topokban, tehát a top rendszerében benyújtott pályázatainknál még nincs sikertelen pályázatunk, tehát amiket benyújtottunk és elbírálásra kerültek, ezek mind nyertesek voltak, úgyhogy ennek én kimondottan örülök. Tehát visszakanyarodva ehhez a konkrét projekthez, ennek is a megvalósítása most már hamarosan elkezdődik. Nyilván hosszú folyamatok ezek, hiszen a projekt szereplőit ki kell választani, különböző szakanyagokat kell elkészíteni, hát ebben az esetben a műszaki tervekről nem beszélhetünk, de ettől függetlenül az előkészítés azért jó néhány hónapot vehet igénybe. Mindent nyilvánvalóan a vonatkozó jogszabályok alapján kell megtervezni, végrehajtani. Ettől nem lehet eltérni, hogy minden esetben minden egyes nyertes pályázatnál van egy támogatási szerződés, amelyet az államkincstárral kötünk meg, ők a közreműködő szervezet a projekteknél, és hát természetesen a támogatási szerződésben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani ahhoz, hogy a projekt rendben majd a végén lezárásra kerülhessen, és ne fordulhasson az elő, hogy támogatási forrást vissza kelljen fizetni az önkormányzatnak. Tehát nagyon szigorú előírások vannak minden egyes projekt megvalósítása során, nyilván nekünk az a dolgunk, hogy ezeket betartsuk. Úgyhogy remélem, hogy ez is egy hasznos forrás lesz, és a mezőtúri társadalmat egy picit össze tudjuk kovácsolni ezáltal. Komplex épületenergetikai fejlesztési pályázatokat is benyújtottak, ez mely épületeket is mennyiben érintene? Igen, kettő ilyen van az energetikai fejlesztés terén. Tulajdonképpen van több is, de most kettőről tárgyaltunk. Az egyik a Zrínyi úti óvodának a komplex energetikai felújítása. Itt közel 140 millió forintot nyert az önkormányzat, a másik pedig a városházának a nyilászáró cseréje és a padlástérnek a hőszigetelése. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatunk épülete, a városháza milyen jellegű, tehát milyen emlékjellegű, ezért homlokzati hőszigetelésről természetesen szó nem lehet.
de viszont a nyilázárókat ki lehet cserélni, fa szerkezetű nyilázárókra lesznek cserélve. Ezeknek az előkészítése is bizonyos fokig eljutott, amikor a pályázati anyag elkészült. Természetesen ezt a műszaki munkát kell tovább folytatni, az óvoda esetében szintén tervezési folyamat, kiviteli szintű tervek fognak készülni, és ezt követően ugyanúgy ott is a projekt szereplőjének a kiválasztása folyamatosan meg fog történni, itt kezdve a projektmenedzsmenttől, a műszaki ellenőrön keresztül, ha kell még valamilyen szakértő, akkor természetesen azokat is, és hát a végén, és nem utolsó sorban a kivitelezőnek a kiválasztása fog megtörténni. Minden bizonnyal mindkét projektnél azt lehet elmondani, hogy a következő esztendőben, tehát 2018 tavaszán kezdődhet meg leghamarabb a kivitelezés. Hát itt az óvodánál még ugye a dolog pikantériája, hogy azt a durván 200 gyermeket azért el kell tudni helyezni valahová, hiszen a kivitelezés idején ők nem lehetnek ott. Tehát az óvoda esetében a kivitelezésnek a nyári időszakra kell korlátozódni, amikor egyébként is kevesebb a gyermek az óvodában. Hát nyilvánvalóan majd, hogyha a kivitelező kiválasztásra kerül, az óvoda vezetőjével ez az egyeztetés meg fog történni, és pontosan be fogjuk határolni azt az időszakot, amikor ott kivitelezés zajlik. Hát nyilvánvaló arra az időszakra majd fogjuk kérni a szülők türelmét, mert hát minden bizony a másik óvodába vagy óvodákban kell majd elhelyezni a gyermekeiket, de hát hogyha a beruházás befejeződik, akkor egy sokkal korszerűbb és megszépült épületbe tudják visszavinni a fiatalokat, és hát az Irinyi utcai óvodával kapcsolatosan még azt el kell mondani, hogy nemrégiben megvásároltuk egy szomszédos telket, az óvoda udvarával szomszédos telket, tehát az udvar is meg lesz majd nagyobbítva, és hát van benyújtva egy közel 20 millió forintos eszközbeszerzési pályázatunk, amelynek a lényege az, hogy az udvart szebbé varázsolnánk, játékokat, különböző eszközöket vásárolnánk, tehát ha úgy tetszik, mondhatom azt is, hogy 21. századivá varázsolnánk ezt a legnagyobb óvodánkat. Úgyhogy reméljük, hogy ez a pályázatunk is majd nyertes lesz, és hát amit még az óvodáról el kell, hogy mondjak, ugye ez egy, ahogy mondtam, komplex energetikai felújítás, tehát a fűtési rendszer felújításáról, korszerűsítéséről, tulajdonképpen egy teljesen új fűtési rendszer kialakításáról van szó. Ugye nagyon fontos, hogy a mellette lévő ingatlanunknál, a Bölcsődénél is ugye van egy nyertes pályázatunk. Ott egy 90 millió forintos projekt fog megvalósulni, és hát ami már régi vágyunk, hogy szétválasszuk a két ingatlant, hiszen most közös fűtésen van, az Irinyi úti oldából kapja a Bölcsőde a meleg vizet a fűtéshez. Tehát külön lesznek választok, tehát külön lesz a Bölcsődének is megoldva a fűtése, tehát ez ilyen szempontból is érdekes, hiszen nagyon nagy a hőveszteség, amíg a meleg víz átmegy az egyik ingatlanról a másikra, és hát már nem is korszerű, elavult kazánok vannak, nagyon sokat bajlódnak fel az üzemeltetés során, ezek ugye folyamatosan elromlanak, természetesen új korszerű kondenzációs gázkazánok lesznek beépítve, megújuló energia, napkollektor lesz a használati melegvíz biztosítására, tehát egy valóban 21. századi fejlesztés fog megvalósulni. Hát a Városházán meg, ugye akik főleg ott dolgoznak, azok tudják, hogy sok irodában, hogyha fúj a szél vagy húzat van, akkor a függöny az így lengedezik, tehát a nyílászárók már nagyon-nagyon elhasználódtak, megette őket az idő, tehát alaposan ráfér az épületre, hogy kicseréljük ezeket, és a hőszigetelés is, hiszen ott is energiát takarítunk meg. Tehát ez a két energetikai projektünk, ez erről szól, és ugye azért mondtam, hogy van több is, hiszen a Bölcsődét itt említettem az imént, ott is energetikai fejlesztésről is van szó, hiszen új fűtési rendszer, nyilván hatékonyabb, korszerűbb, ott is hőszigetelés, nyilászáró csere, egyéb feladatok kerülnek végrehajtásra, ugye bővítjük a Bölcsődének a befogadási kapacitását, tehát egy csoporttal 12 gyermekkel többet tud majd fogadni a Bölcsőde, tehát mindkét oldalról, tehát energetikai és az épület felújítása szempontjából is egy nagyon-nagyon jelentős fejlesztés előtt állunk a Bölcsőde vonatkozásában is. Egy új díj alapítását tervezik, ez pedig Mezőtúr legeredményesebb maturánsa kitüntetés lenne. Mikor adhatják ezt át, és mit jelentene ez a nyertes számára, akinek ráadásul milyen feltételeknek kell megfelelni? Igen, hát a református kollégiumban van ennek egy szép példája már hosszú évek óta.
ott a legjobb eredményt elért, a tanulmányai során a legjobb eredményt elért diákot 500 000 forinttal jutalmazzák minden év végén, és hát a Jobbik részéről érkezett egy kezdeményezés, amelyet én örömmel fogadtam. Én is gondolkoztam már egyébként régen azon, hogy valahogyan ösztönözni kellene, vonzóbbá kellene tenni az állami szférát, akkor még ugye Teleki hozzánk tartozott, most már ugye a Karcagi Szakképzési Centrumhoz került el, de ez úgy gondolom, hogy nem jelenti azt, hogy az önkormányzat ne tudna alapítani egy ilyen díjat. Az indítvány teljesen másról szólt, hogy önkormányzati, városi szinten tettek javaslatot, és arról szól ez a javaslat, hogy a képviselőtestület bírálná, különféle szempontok alapján, ha úgy tetszik, pontozná a tanulók által elért eredményeket, az általuk elért produktumot, és az önkormányzat ítélné oda. Amikor tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, akkor ugye több vélemény érve elhangzott. Én a magam részéről azt mondtam, hogy én ezt a pedagógusokra bíznám, hogy ők nevezzék meg azt a diákot, aki ezt a véleményük szerint megérdemli, és ugye nem csak a tanulmányi eredmény, hanem a közösségi munka és sok minden más szempont számítana. És hát éppen ezért, hogy nem volt egyetértés a képviselőtestület tagjai között, és a másikok pedig az, hogy most került elénk ez az anyag, tehát az volt a véleménye sok mindenkinek, hogy még ezen azért el kellene gondolkozni, és hát érlelődjön ki egy olyan szempontrendszer, amelyet aztán a többség támogatni tud, ezért majd visszatérünk rá a következő, ha jól emlékszem, augusztusban vagy szeptemberben, erre már most pontosan nem tudok most választ adni, de hamarosan visszatérünk rá, nem kell kapkodnunk, hiszen 2018 év végén, illetve a 2018 éves tanév végén lenne először átadva ez a díj, úgyhogy vissza fogunk rá térni, meg fog születni valószínűleg kora ősszel legkésőbb a döntés, és akkor innentől kezdve ez a díj, ez élni fog. Az, hogy milyen formában, hogyan még nem szeretnék elé menni, tekintettel arra, hogy ahogy említettem, nagyon sok vélemény elhangzott ezen az ülésen. Egyet biztosnak tartok, hogy valami meg fog születni, hogy milyen formában, mik lesznek a részletek, az majd akkor kiderül, amikor a végleges döntés megszületik. Ha Jedlik Ányos terv keretein belül egy töltőállomást telepítenének a Földvári úti parkolóba, miért döntöttek így? Hát egyrészt adódott egy pályázati lehetőség, és hát itt megragadom az alkalmat, hogy arról is beszéljek egy picikét, hogy én sokszor hallok olyan véleményeket, hogy ezt is különböző problémákat meg kellene oldani, miért nem oldja meg az önkormányzat, miért nem ruház be, például a Berettyó, majd most még fogunk ma róla beszélni. Ugye azt mindenképpen látni kell, hogy az önkormányzatunk azokat a fejlesztéseket tudja megvalósítani, azokra a programokra, célokra tud forrást hozni a településre, amelyre kiírt pályázat van. Ha nem írnak ki valamire pályázatot, akkor arra nem tudunk pályázni, és nem tudunk rá forrást idehozni, és a problémát nem tudjuk megoldani. Nagyon szűkös az önkormányzat azon kerete, ami ugye az önerőből történő fejlesztésekről szól. Tehát nagyon minimális ez az összeg, ez durván azt lehet mondani, hogy éves szinten körülbelül 100 millió forint, amiből ilyen hatalmas nagy több 100 millió forintos beruházásokat nyilvánvalóan nem tudunk megoldani. Tehát arra kérek mindenkit, hogy lássa be, hogy csak azokban az esetekben tudunk eredményt elérni, és több 100 millió forintos nagyobb fejlesztéseket megvalósítani, ahol egyáltalán pályázati lehetőségünk van, arra a pályázatot benyújtjuk, és hogyha nyer, akkor tudjuk az adott problémát orvosolni. Na hát ez is egy ilyen dolog volt, kiírták a pályázatot, és hát azt mondtuk, mert rögtön, amikor ennek én magam is hírét vettem, hogy hát az én mezőtúr ne maradjon már le a többi település mögött. Ugye a lélekszámunk is, ugye 10 000 fő fölötti lélekszámú települések tudtak pályázni. Ugye predesztinált bennünket arra, hogy benyújthassuk ezt a pályázatot, és 2,7 millió forintot nyertünk is. Ugye több helyszín felvetődött akkor, amikor a pályázatot készítettük, és a végén az Altek irodaház parkolóját jelöltük ki, hiszen oda kell a legközelebbről oda vinni az elektromos betávvezetéket, tehát ez is egy fő szempont volt, hogy milyen messze van az adott helyszíntől az elektromos áram vételezési lehetőség, hát itt volt a legközelebb, és hát
Az Altec irodaház parkolója azért nem is van olyan messze a 46-os főúttól, de természetesen azt is reméljük, hogy majd mezőtúron is mezőtúriak is fognak tudni vásárolni ilyen elektromos meghajtású járműveket, és hát ilyen megfontolásból nyújtottuk be a pályázatot, elnyertük. Ide a támogatási szerződés alapján durván 150 ezer forintos önerőt kell az önkormányzatnak biztosítania, és hogyha meg lesz a töltőállomás, akkor majd egy üzemeltetőt is ki kell, hogy válasszunk rá. Erre már vannak jócskán jelentkezők, tehát nem az önkormányzat üzemeltetésében lesz, hanem egy olyan cég fogja ezt üzemeltetni, aki ugye speciális ismeretekkel rendelkezik, hiszen mi nem rendelkezünk ilyennel. És hát ha megvalósult, aztán abban bízunk, hogy minél többen használják. Ugye napi aktuális téma, minden nap hallhatunk a rádióból, televízióból arról, hogy a környezetszennyezés milyen világméretű probléma, és hát valóban ezt komolyan kell venni, úgyhogy ilyen szempontból a magunk részéről is valamit hozzátettünk ahhoz, hogy az elektromos autók itt tudjanak energiát vételezni, úgyhogy ez erről szól ez a projekt. Kerékpárutak kiépítését is tervezik, hol tartanak a munkálatok az előkészületi fázisban, ugye? Igen, így van, 2 pályázatot adtunk be, ezek szintén a TOP rendszerébe kerültek benyújtásra. Egy pályázatunk már el lett bírálva, ez egy 448 millió forintos összegű projekt lesz, és a kelet-nyugati kerékpárút építésre hallgat ez a projekt. Ez a kelet-nyugati az azt jelenti, hogy a sugárutat érintené, és be egészen a város főteréig. És hát ezen túlmenően például a Bajcsi-Zsilinszky utcában kijelöléssel, tehát felfestéssel, ezek tartós festékek, tehát nem kopik el egy-két év alatt, így lenne kijelölve a kerékpárút. Ami még nagyon fontos, hogy egy másikat is benyújtottunk, ez az észak-déli kerékpárút névre hallgat, ez a pályázatunk, itt még nincsen bírálat, nem tudunk eredményt, tehát reméljük természetesen, hogy ezt is meg fogjuk nyerni. Ez 357 millió forintra lett benyújtva, hogyha jól emlékszem így fejből, és ez a pályázatunk magában foglalja a gyaloghíd, a Hortobágy-Berettyón lévő gyaloghídnak a felújítását, és ez is nagyon rossz állapotban van már, és hát bőven ráfér a felújítás, és hát alapvetően a Kossuth úton épülne belőle kerékpárút. Amit még nagyon fontos elmondani erről a kerékpárút építési beruházásról, reményeim szerint beruházásokról, reméljük, hogy 2 lesz, hogy készül majd egy olyan hálózati terv is, amely tulajdonképpen azt a célt hivatott szolgálni, hogy bemutassa azt, hogy mi az elképzelésünk itt Mezőtúron a kerékpáros közlekedés kapcsán. Tehát települési szinten történik majd egy tervezés, amely meghatározza a kerékpárutak nyomvonalát, egymáshoz való kapcsolódását. Majd ugye beszélni kell arról is, hogy a meglévőeket milyen módon, milyen ütemben, milyen forrásból tudnánk felújítani, hiszen vannak olyan szakaszok, hogy rendkívül rossz állapotban vannak, hát ezt vagy önerőből, vagy ha lesz majd pályázati forrás. Egyébként ezekből is juthat meglévő kerékpárutak felújítására, amit most elnyertünk. De hát nyilvánvaló itt is, hogy ott tartunk, ugye említette az előkészítési fázis, tehát előkészítési fázisban vagyunk, megkötöttük a támogatási szerződést, kiválasztottuk a projektmenedzsmentet, most kiválasztottuk a tervezőt, folyik a kiviteli terveknek az elkészítése, emellett a hálózati tervek is majd hamarosan elkezdenek készülni, és hát a legvégén, amikor a kivitelező ki lesz választva, akkor indulhat meg a kivitelezés. Ez is egyébként ennek az időpontja is 2018 tavaszára tehető. Hát ha valami csoda nem történik, akkor lehet, hogy még ősszel valami történhet a kivitelezés tekintetében, de inkább azt valószínűsítem, hogy a következő esztendő tavaszán indulhat a kivitelezés. Úgyhogy ez is egy óriási pozitívum, hiszen ha megnézzük ezeket az utcákat, főleg a sugárutat, azt láthatjuk, hogy nagyon balesetveszélyes kerékpározni, hiszen viszonylag keskeny az úttest, és hát rossz látni, amikor főleg iskolai időszakban ott gyermekek
jönnek, és a járművek ott kerülgetik őket, nagyon balesetveszélyes, tehát én már nagyon várom. És ugye ezzel kapcsolatos még az, hogy ugye a kerékpárút nyomvonala, ha megyünk kifelé a sugárúton, a Rákóczi út felől, akkor minden bizonnyal az esetek többségében a bal oldalon fog futni. És hát most, aki arra jár, az láthatja, hogy földmunkák zajlanak. Hát ezek a földmunkák tulajdonképpen a vízhálózatnak a kiváltását, a gerinchálózat felújítását, cseréjét jelentik. És hát természetesen ehhez hozzátartoznak a bekötő vezetékek is, amelyeket szintén kicserélnek. Tehát nem szeretnénk azt, hogyha megépül a kerékpárút, és utána csőtörést kellene javítani, és az új kerékpárutat már rögtön akár egy-két napon, vagy egy-két héten belül felbontanák. Tehát ez az oka, most ez zajlik. 25 millió plusz áfa értékű az a beruházás, amelyet ugye most a kedves közlekedők ott láthatnak. Ebből 800 folyóméter gerinchálózat fog megújulni, új korszerű műanyag csővezetékek lesznek lefektetve, és hát természetesen a bekötő vezetékek is, ahogy mondtam, felújításra kerülnek. A többi szakasz, hiszen ennyi pénzünk volt most, és ennek a forrásnak a háttérében az áll, hogy a víziközmű tulajdon után, amely az önkormányzat tulajdonában van, és bérbe adjuk az üzemeltető Tiszamenti regionális vízmű részére, minden évben bérleti díjat fizet az üzemeltető. Ennek a mértéke az ivóvíz és a szennyvíz vonatkozásában összesen 23 millió forint, most külön-külön azt nem tudom megmondani, hogy mennyi a vízre és mennyi a szennyvízre. Tehát a befizetett bérleti díjból, amelyet a vonatkozó víziközmű törvény alapján kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordíthat az önkormányzat, tehát ebből a befizetett bérleti díjból hajtjuk most végre az ivóvíz hálózatnak a rekonstrukcióját is. És bár, hogyha fejlesztésekről beszélek, és most egy kicsit a kerékpárutaktól eltávolodva, a 46-os fő közlekedési út jelentős részének a felújítása is el fog kezdődni ősszel, legalábbis ezt az ígéretet kaptuk a közútkezelőtől. Ez azt jelenti, hogy durván a Spáten étteremtől egészen a Hortobágy-Berettyó hídnak a tetejéig fog az út teljes szélességében megújulni. Ezzel kapcsolatosan elvégeztük a csatornahálózat kamerás vizsgálatát, hiszen az a gyanunk volt, és nem véletlen, hogy elhanyagolt, korrodált állapotban van a betoncsatornahálózat. Erre utalt az is, hogy néhány évvel ezelőtt ott a lámpánál, ahogy bemegyünk a térre, a Dózsa-György út felől leszakadt az út. Ennek az volt az oka, hogy a Szentgyörgy csatornahálózat, ami betonból van, ugye összeroppant. Na, ezt el szeretnénk kerülni, és elvégeztettünk egy kamerás vizsgálatot végig a Dózsa-György úton, egészen a postától, tehát a Kossuth teret is érintette. És ennek a vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy ott a téren rendkívül rossz állapotú a csatorna. Tehát ugyanebből a forrásból, tehát a részünkre befizetett bérleti díjból legalább még az idén azt el szeretnénk élni az út felújítás előtt, hogy a főtéren ez kb. 150 méteres szakaszt jelent, tehát a postától a lámpáig a szennyvíz hálózatot is fel szeretnénk újítani. Ez azt jelenti, hogy ott is ásni fognak, felbontják az utat, kiássák a régi csatornát, és új minden bizonnyal műanyag csatorna csövek fognak elhelyezésre kerülni, és akkor nem fordulhat elő már a felújítást követően, hogy az új út majd beszakad, és akkor javítani kell, és akkor az nyilván mindenképpen problémát jelent. Tehát még ez várható az idei esztendőben, hogy ott egy kis csatornaépítés a városunk főterén, és aztán reméljük, hogy év végére befejeződik a 46-os útnak a teljes szélességben történő felújítása. Fontos, hogy újfent beszéljünk a Hortobágy-Berettyó érintett szakaszairól. A vízi tevékenységgel kapcsolatban most milyen döntés van éppen érvényben, és miért? Igen, hát ez egy érdekes téma, és hát rendkívül nagy vihart kavart az egyik közösségi oldalon. Itt tulajdonképpen egy komplex problémáról beszélünk. Ez a történet nem most kezdődött, évekkel ezelőtt az önkormányzatnak már volt egy olyan elképzelése, hogy a folyóváros melletti szakaszával mindenképpen kellene kezdeni valamit. Most ha megnézzük, a meder kivételével, ahol látszik, hogy áramlik a víz szépen lefelé, a körös felé, ha jobbra-balra tekintünk a bedertől, akkor azt látjuk, mintha egy mocsár lenne az egész
hullámt ér. Hát én azt mondom, hogy ezzel kezdeni kellene valamit. Nem ért velem egyet mindenki, mert a természetvédők viszont azt mondják, hogy a védett madaraknak fészkelni kell tudni, és hát erre a felületre ők nagyon szépen tudnak fészkelni, hiszen ez viszonylag egy stabil felület, növényzettel benőtt, és hát erre fészkelnek is a madarak. Jött egy lakossági kezdeményezés, amely arról szólt, hogy jetski pálya kijelölését szeretnék elérni. Ez a közlekedési hídtól délre a folyó város melletti szakaszán volt elképzelve a kezdeményezők által. És hát ezzel kapcsolatosan a hónap elején tartottunk egy munkamegbeszélést, ahol mindenki el tudta mondani az érveit, pro és kontra hangzottak el különböző érvelések. És hát ezt követően kaptunk egy írásbeli megkeresést a kezdeményezőktől, és a képviselőtestület a soros ülésére napirendre is tűzte ezt a témát, tehát az volt az előterjesztésnek a lényege, hogy jelöljünk ki jetski pályát vagy sem. Tehát erről szólt alapvetően. Időközben kaptunk egy határozatot a természetvédelmi hatóságtól, amely augusztus 15-ig a madarak fészkelési időszakára a két híd között, tehát a vasúti és a közlekedési közúti híd között, illetve a közúti hídtól addig a szakaszig, amíg össze nem szűkül a folyó tulajdonképpen a mederre, arra a szakaszra a hajók sebességét 5 km/h korlátozta le. Na, ez rögtön meghatározta azt, hogy milyen döntés fog születni a jetski pálya kijelölésével kapcsolatosan, hiszen lehetetlenné tette ez a határozat azt, hogy legyen is valamit vitatkozni, tehát vita sem volt, hiszen 5 km/h nem lehet jetskizni, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy nincs értelme. És hát a testület ebből fakadóan nem járult hozzá a jetski pálya kijelöléséhez. Hangsúlyozni szeretném viszont, hogy ez az 5 kilométeres korlátozás, ez csak arra a szakaszra vonatkozik, amit mondtam. Tehát ha valaki leviszi a kisgéphajóját, ugye sokan nem tudják, vannak olyan jetskik, amelyek kisgéphajóvá vannak minősítve, vizsgáztatva. Tehát ezek közlekedhetnek, csak a folyó nem ezen szakaszán, hanem ezen kívül. Tehát hogyha valaki mondjuk le akar menni a Zsilipig vagy a Körösre, akkor itt, amíg összeszűkül az 5 km/h sebességkorlátozás be kell, hogy tartsa, de utána mehet természetesen gyorsabban is. Tehát hallottam olyan véleményt is, hogy a hatóság megtiltotta azt, hogy valaki jetskizzen. Ez így szó szerint nem igaz, tehát az általam elmondottakból, és hangsúlyozom, hogy ez nem a jetskikre igaz, hanem a kisgéphajókra. De kisgéphajó egy nagy jetski is, amit annak minősít az illetékes hatóság. Tehát ilyen jellegű volt az a döntésünk, amelyen a képviselőtestület azt mondta, hogy jetski pálya kijelöléséhez nem járul hozzá. De most a legnagyobb vihart az kavarta, hogy ugye elhangzottak olyan vélemények is, hogy ezzel mindennek vége. Tehát minden önkormányzati rendezvény, például a Lampion úsztatás, a Sárkány hajóverseny el fog maradni. Hát ezt soha nem mondta senki. Ez nem fog elmaradni, meg fogjuk rendezni, és hát szeretettel várunk mindenkit majd ezekre az eseményekre is. És hát nyilván azon vagyunk, visszakanyarodva egy picit az elejére, én a testületi ülésen is elmondtam azt, hogy én nem tettem le arról, hogyha pályázati lehetőség lesz, hangsúlyozni szeretném, hogy jelenleg most nincsen. Nem azért nem történik semmi a folyóval, azért nem törekszünk arra, hogy megváltoztassuk a jelenlegi állapotot, mert nincs pályázati lehetőség. Ha lesz, hiszen itt több 100 millió forintról, vagy akár 1 milliárd forintról is beszélhetünk, hogyha a folyónak ezt a szakaszát rendbe akarjuk tenni. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a hullámtérben felszaporodott iszapot el kellene távolítani. Olyan biológiai folyamatok zajlanak benne, ami nem igazán szerencsés, és ez a növényvilág is így tud kialakulni, és még egyszer mondom, hangsúlyozom, hogy majd lesznek olyan emberek, akiknek, amit most mondtam, az nem fog tetszeni, mert a természetvédők, hogy a madarak és az állatvilágnak a szeretetéből adódóan ezzel ellentétesen gondolkoznak. Én azt mondom mégis, hogy ezzel a mocsárral tenni kell valamit, a madarak még majd tudnak ott fészkelni, ahol erre alkalmas lehetőségük van, és a várostól ez biztos, hogy vagyok benne, hogy nem messze lesz, de,
de ezt az állapotot én azt mondom, hogy mindenképpen meg kell szüntetni, ami itt a folyó most jelen pillanatban kialakult. Nyilván nem szeretnénk zavarni a horgászokat, de hát a horgászok akkor is fognak tudni majd horgászni, ha nem borítja hínártenger a hullámteret, hanem egy szép tiszta, sima vízfelület fog kialakulni. Ugyanakkor még ehhez a témához tartozik, hogy Seresnyi Metzger Krisztina képviselőasszonynak volt egy kezdeményezése, amelynek a lényeg az volt, hogy helyi védettség alá helyezzük a Berettyő ezen szakaszát. Természetesen én ezt tudom támogatni, és abban maradtunk ennél a témánál is, hogy majd visszatérünk rá. Jedző úr megkapta a feladatot, hogy dolgozza ki ezt a részét a történetnek, viszont arra nagyon oda kell figyelnünk, hogy nehogy egy olyan helyi szabályozást vezessünk be, tehát itt a védettség vagy védettény nyilvánítással kapcsolatosan mondom, amely aztán majd meggátolja azt, hogy a folyóval valamit csináljunk, tehát például egy kotrást hajtsunk végre. Tehát ezt majd szépen alaposan átgondoljuk, elemezzük, és a képviselőtestület majd ismét visszatér, és meg fogja tárgyalni ezt a témát. Tehát szeretném tudatosítani mindenkiben azt, hogy én a magam részéről elkötelezett vagyok a tekintetben, hogy a folyóval csináljunk valamit, tehát ne ez a szörnyű látvány fogadja a szemlélőt, amikor sétálott egyet a gáton, vagy akár áthajt a közlekedési hídon. Természetesen úgy, hogy a természetvédelemmel összhangban, és azzal is összhangban, hogy a lakosságot minél kevesebb mértékben zavarja az ott folyó tevékenység, ami a folyón zajlik. Tehát nekünk ezeket természetesen mind figyelembe kell venni. És hát ugye nagyon sok jelzést is kaptam, hogy köszönik, hogy nem járultunk hozzá a jet ski pályának a kijelöléséhez, de tulajdonképpen most ebben az esetben ezt meg sem tehettük, hiszen a természetvédelmi hatóság határozata az erősebb, ami állásunk, vagy állás foglalásunknál. Úgyhogy jelen pillanatban a Berettyó kapcsán itt tartunk, folytatása következik. A Városi Könyvtár Pap Erika nyugdíjazását követően Ács Erika igazgatásával folytatja tovább az életét. Őt azonban egy évre nevezték ki megbízott igazgatónőnek. Miért döntöttek így, és mi várható a későbbiekben? Igen, kiírtuk a pályázatot, ahogy azt kell ebben az esetben. Ugye Pap Erikától elköszöntünk, akinek ezúton is szeretném megköszönni a több évtizedes áldozatos munkáját. De hát eljött az idő, nyugdíjba ment, és természetesen nekünk gondoskodni kellett a pótlásáról. Kiírtuk a pályázatot. Két pályázat érkezett, sajnos egyik pályázónak sem volt nyelvvizsgája, ami kötelező kritérium. Ebben az esetben ezt tudtuk tenni, hogy egy évre Ács Erikát bíztuk meg a könyvtár vezetői pozíciójának a betöltésével, és hát egy év után, most ebben az esetben az következik, hogy egy év múlva ugyanúgy ki fogjuk írni a pályázatot újra, és akkor majd látjuk, hogy kik fognak jelentkezni, úgyhogy Ács Erikát bíztuk meg, aki szintén évtizedek óta itt dolgozik, és hát természetesen én biztos vagyok benne a magam részéről, attól függetlenül nincs nyelvvizsgálja, hogy jól fogja vezetni a könyvtárat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy szép eredményeket érjenek el. Úgyhogy neki meg sok sikert kívánok, és amit természetesen megtettem a testület ülésen is, amikor közöltük az eredményt. Az Invictus úszó és vízilabda SC Kft. Kérelméről tegnap tárgyaltak. A Kft. Szeretné felújítatni az úszodát, de ehhez anyagi támogatásra lenne szüksége. Mire döntöttek? Ugye itt két dologról beszélünk az úszodával kapcsolatosan. Az első ütem, a felújítás első üteme az már zajlik, tehát az folyamatban van. Itt ugye egy új szellőzési rendszernek a kialakítása, a vízgépészetnek a felújítása, illetve az úszoda határoló szerkezeteinek, ablakainak, ablaktokostól ezeknek a cseréje fog megvalósulni. Ez egy közel 90 millió forintos beruházás, amelyhez az önkormányzatunk 25,5 millió forint önerőt biztosított. És a forrás nagyobb része, a 70%-a, az pedig látványsport támogatásból érkezett. Ezt az Invictus szerezte meg. És ilyenkor ugye egy speciális eset, még a sportpályán ugye a MAFC szokott ilyen jellegű látványsport forrásból végrehajtani felújításokat. Itt az úszodánál ugye az Invictus vízilabda és úszás oktatással foglalkozó Kft. A beruházó, hiszen ő tudja benyújtani a pályázatát az illetékes szövetséghez, ugye ebben az esetben a Magyar Vízilabda Szövetséghez.
És az önerőt azt általában ugye a tulajdonos szokta biztosítani, azok meg mi vagyunk. Tehát így jön össze a forrás összetétel, hogy a 70% Invictus látványsport támogatás, 30% az önkormányzat. Folyik tehát a felújítás, reméljük, hogy augusztus végére elkészül, és hát mint minden olyan esetben, amikor egy használt gépkocsit, gépjárművet vagy egy épületet bontunk meg, ugye akkor látjuk azt, hogy amit ugye eltakartak a meglévő épület szerkezetek, hogy más problémák is elő szoktak fordulni, hát ez itt is így következett be. Ezen a héten egyeztettünk a helyszínen, és az uszoda északi oldalán lévő főtartók, amelyek függőlegesek, tehát ugye az íves lezáró rész, ami ugye lezárja északi oldalról az uszodát, ott a főtartók erősen korodáltak, erre hívta fel a figyelmünket a kivitelező. Ezt most az elmúlt hétvégén egy statikus is megnézte, valóban így van, ezeket ki kell cserélni, úgyhogy fogjuk kérni az árajánlatot, és fogunk egyezkedni majd a kivitelezővel. Természetesen úgy van értelme kicserélni az ablakokat, hogyha ezek a főtartók is ki lesznek cserélve, mert ellenkező esetben akkor elképzelhető, sőt biztos is, hogy néhány éven belül hozzá kell nyúlni, akkor újra az egészet szétszedni, főtartókat kicserélni, ablakokat visszarakni, tehát célszerű most kicserélni, és utána berakni az új fa szerkezetű nyílászárókat. Tehát a lényeg az, hogy ezt megnéztük, úgyhogy hát most is hozott a Jóisten egy olyan plusz dolgot, amivel törődnünk kell, és többet finanszírozást fog igényelni minden bizonnyal, de természetesen arra törekszünk, hogy ez abszolút, hogy mondjam, megfelelő műszaki módon az ott bent sportolók testi épségét ne veszélyeztesse, tehát csináljuk meg tisztességesen, hogyha már hozzáfogtunk. A másik probléma az, hogy a héjazat, a tető héjazat, az egész szerkezet az annak idején nem megfelelő módon lett kivitelezve, hát ugye közel 30 éve épült az uszoda, nincs pára kiszellőztetés, nem épült meg, és hát szerencsére nikecel van betéve hőszigetelő anyagként. Először azt hittük, hogy közeggyapot, mert a közeggyapot akkor meg tudta volna magát szívni nedvességgel, hát a nikecel is meg tudja, de nem olyan mértékben, mint a közeggyapot. És hát ugye egy lampéria tartja az egészet, amit ugye látunk alulról, hogyha bemegyünk az uszodába. No, ezt a szerkezetet is majd meg kell csinálnunk, de abban maradtunk, hogy ez nem most fog majd bekövetkezni, hanem majd egy következő TAO-s pályázatból újulna meg. Teljesen szét kell szedni az egész szerkezetet, leszedni, lebontani a lampériát, leszedni a hőszigetelést, a pára kiszellőzésének a lehetőségét megoldani, és akkor utána visszaépíteni szépen mindent. Hát ez is több 10 millió forintos beruházás lesz majd. Hát ezt úgy tervezzük, hogy az elkövetkezendő 1-2-3 évben valamikor majd megoldjuk. Úgyhogy jelen pillanatban most itt tartunk. A következő üteme ennek a történetnek, ami az uszodát illeti, az, hogy egy új épületrészt építenénk hozzá. És ezzel kapcsolatosan az önkormányzatunk már megrendelte a látványterveket, amikkel is készültek néhány hónappal ezelőtt, és elkészültek az engedélyes tervek is. Ezeknek az engedélyes terveknek a birtokában lehet a Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtani azt a pályázatot, amely tulajdonképpen ennek a beruházásnak a megvalósításáról szól. Természetesen itt is lobbizni kell, különböző embereket meg kell keresni, és hát be kell tudnunk bizonyítani. Ebben egyébként nagy segítségünkre van az Invictus Kft., akik természetesen szakmailag is alá tudják támasztani, hogy miért szükséges az, hogy építsünk egy új medencét, illetve hát egészen pontosan kettőt itt Mezőtúron, amelyet ugye télen is tudnánk használni. Tehát ez szakmailag meg van alapozva, a tervek elkészültek, és ugye ehhez kért még támogatást az Invictus 8 millió forintot, hiszen egy 30 millió forintos tervezési feladatot kell majd végrehajtani, hogyha a Vízilabda Szövetség ezt jóvá hagyja, ezt az elképzelésünket, és kiadja a megfelelő határozatot. Tehát ehhez döntött a képviselőtestület arról, hogy biztosítja ezt a 8 millió forintot. És hát abban az esetben, hogyha nyer a pályázat, akkor egy óriási feladat elé állít bennünket, hiszen a 70%-ot az Invictus elmondása alapján ők össze tudják gyűjteni különböző cégektől,
Itt a 30% önerőbiztosítása fogja okozni a legnagyobb problémát, hiszen itt több 100 millió forintról beszélünk a 30% kapcsán is. Hát itt jön majd az, hogy már kértem Boldog István országgyűlési képviselő úr segítségét, és hát most fogalmaztam egy levelet, és a miniszterelnökséghez fogom eljuttatni, amelyben kérem a magyar állam, a magyar kormány segítségét abban, hogy az önkormányzatunk helyett az önerőt valamilyen módon finanszírozzák meg. Hát reméljük, hogy lesz rá megoldás, és hát reméljük, hogy támogatásban részesítenek majd bennünket. Ha ez így lesz, akkor meg tud valósulni egy csodálatos beruházás, amelynek a lényege tulajdonképpen az, hogy egy vízilabda pályát magába foglaló medence épülne egy kis lelátóval, egy úszásoktatást szolgáló medence, ez durván egy ilyen 10x5 méteres, 90 cm-es vízmélységű medence lenne, és hát nem utolsó sorban megépülnének azok a kiszolgáló helységek, öltözők, vizes blokkok, fürdők, vécék, büfé és a többi, ami tulajdonképpen a létesítmény kiszolgálásához szükséges. Ez egy óriási fejlesztés lenne itt nekünk Mezőtúron, és ugye szakmailag is abszolút indokolt, mert hát hála Istennek már olyan sokan úsznak és vízilabdáznak, hogy sokszor feszültség van a lakosság és a sportegyesület között, hiszen a felnőtteknek sok esetben nem jut hely úszni. És hát nyilván ők is joggal teszik ezt szóvá, hogyha kifizetik a belépő árát, akkor szeretnének zavartanul ennek a sportnak hódolni, úgyhogy mindenképpen valamit lépnünk kell. És hát ez mind a lakosság részére, mind a sport számára egy óriási dolog lenne, hogyha a vízfelületet növelnénk. Ez járhatna azzal, hogy a sportturizmus is megélénkülhetne a településén, és számos pozitív hozadéka lenne, úgyhogy most jelen pillanatban itt az úszoda kapcsán ezen dolgozunk, hogy ez meg tudjon valósulni. Városunk egyik házi orvosától hamarosan elköszönünk, hiszen dr. Szabó Bálint július 31-ével nyugdíjba vonul, kiveszi át az ő praxisát. Dr. Ecseki Teréz doktornő fogja átvenni. Természetesen itt a cél az, hogy ez szabályosan történjen meg. A képviselőtestület ezzel kapcsolatosan meghozta a vonatkozó döntést, és hát nyilván mindennek megvan a sora. A doktornő volt olyan jó szándékú, jó indulatú, hogy a helyettesítésről gondoskodik. Viszont itt a házi orvosi ellátással kapcsolatosan mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok problémánk fog adódni a következő években, hiszen a házi orvosaink zöme már nem tinédzser, hogy finoman fogalmazzak, hiszen hölgyek is vannak közöttük. Tehát ez mindenképpen probléma lesz. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak majd el kell gondolkozni azon, hogy milyen módon tud ide a településre csalogatni ilyen orvosokat. Annak nagyon örülök, hogy a havasi doktornő visszatért Mezőtúrra, tehát a személyében egy fiatal hölgy szolgálja most innentől kezdve a mezőtúriak gyógyítását, de hát még több orvosra lenne szükségünk, úgyhogy erről mindenképpen majd elmélkednünk kell a képviselőtestületnek is, és hát meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyekkel vonzóvá tudjuk tenni Mezőtúrt a házi orvosok számára. Hát nagyon fontos ez a szerep, hiszen az emberek, ha valamilyen bajuk van, általában ugye ott kezdik az orvosi kezelést, tehát a házi orvoshoz mennek el, aki aztán, ha indokoltnak tartja, tovább küldi. Tehát a lényeg az, hogy nagyon fontosnak tartjuk. Tehát most ideiglenesen ugye az Ecseki doktornő látja el a helyettesítést, és aztán reméljük, hogy majd hosszú távon tudunk majd valamit kezdeni. Hát természetesen mindkét orvosnak az önkormányzat részéről, erről a helyről is köszönöm az áldozatos munkáját, hát Szabó doktor úrnak jó pihenést kívánok, hát Ecseki doktornőnek pedig hát jó munkát és sok erőt, egészséget. Nem lesz egyszerű neki, hiszen nagyon sok beteget kell majd ellátnia. A tegnapi ülés egyik napi rendi pontja volt az is, hogy a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítását tervezik. Úgy érzem, hogy ez kicsit összefügg a már taglalt kohézió és identitás témakörrel, de ez pontosan milyen célkitűzéseket takarna? Ez is hasonlóakat, mint az imént elmondott pályázatunkkal kapcsolatosan. Nagyon sok ilyen
projektünk van, nagyon sok pályázatunk van, például az EFOP rendszerében is van kettő beadva, aminek a bírálatát várjuk, az egyik egy 500 milliós pályázat, a másik pedig 260 millió forint, ha jól emlékszem. Tehát nagyon sok olyan van, ami nem fizikális építkezésről szól, hanem a társadalomnak a fejlesztéséről. Tehát itt is a leszakadt rétegek felzárkóztatása, és hát civil szervezetekről is szól, tehát az ő támogatásuk, tehát hasonló a téma, tehát nem építkezünk, tehát fizikális értelemben építkezünk, hanem társadalmi értelemben próbálunk építkezni, ez is egy ilyen projekt. Tele vagyunk nyári rendezvényekkel, ugye még augusztusban, illetve hát például ma kezdődött az East Fest, ugye közeleg az Arthur Fesztivál és a Túri Vásár. Milyen várakozásai vannak polgármester úrnak az augusztusra nézve? Hát én úgy gondolom, hogy rendkívül gazdag a kínálat, és hát már hatodik alkalommal az idei esztendőben ugye kerül megrendezésre az East Fest, tehát időrendben, hogyha megyünk, akkor ugye valóban a mai napon nyitja kapuit, majd délután, kora délután a rendezvény. Hát ez az eső, ez nem biztos, hogy a fesztivál szempontjából jól jött, a mezőgazdászok azt mondják, hogy oda kellett nagyon az eső, hát ide annyira most szerintem nem. De hát reméljük, hogy nem lesz probléma, azért az önkormányzatunk együttműködve a szervezőkkel, tehát az East Fest Event Kft-vel nagyon sok beruházást hajtott végre az elmúlt években, hogy megcsináltuk azokat a közlekedő utakat, kiburkoltuk, a sátor alatti területet is díszburkolattal láttuk el, tehát bízunk abban, hogy nem fognak a fiatalok a sárban dagonyázni. Én még nem mentem ki a területre, nem láttam, hogy mennyire volt száraz a talaj, tehát mennyi esőt tudott magába szívni a talaj. Hát reméljük, hogy mindet beszívta, és hamarosan felszárad majd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyeztetve itt a szervezőkkel évről évre ez az esemény fejlődik, egyre színvonalasabb. Ha körülnézünk, olyan elemek vannak, hogy tényleg szerintem egy gyönyörködtető, kultúrált, magas színvonalú, tényleg egy olyan szórakozási lehetőséget biztosít, amely azért nem minden nap adatik meg itt, főleg a mezőtúri fiatalok számára, de hát mondhatnám a teljes ide látogató vendégkört is. Hát nyilván a fesztiválokon azért megszokott egy magas színvonal, meg minden szervezőnek érdeke, hogy minél vonzóbbá tegye ezt az eseményt. Én azt gondolom, hogy mi itt Mezőtúron büszkék lehetünk az East Festre, és mondom ezt annak ellenére, hogy tudom, hogy sokakat zavar, sokan panaszkodnak, hogy hangos a zene, de hát az én édesanyám is azt mondta, hogy a fiataloknak valamikor szórakozni kell tudni, és tényleg ez egy kulturált szórakozási lehetőség, és hát bízom benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan nem lesz komolyabb sérülés, baleset, és mindenki épségben tér majd haza, hogyha a fesztiválnak vége lesz, hát nyilván ez a legfontosabb. A szervezőkkel igyekeztünk arról is egyeztetni, és ők is eltökéltek azon a téren, hogy vigyázzunk arra is, hogy ne forduljanak elő olyan sajnálatos események, amik az elmúlt években előfordultak. Hát itt egészen konkrétan arra gondolok, hogy oda piszkoltak másoknak a kerítéséhez, vagy különböző egyéb cselekményeket hajtottak végre. A katolikus temetőt azt jeleztük az egyház részére, hogy zárják be, tehát nehogy ott is olyan gyalázat történjen, ami két évvel ezelőtt megtörtént. Úgyhogy mindent igyekeztünk megtenni, nagyon sok mobil WC került elhelyezésre a közterületekre, tehát nem mondhatja senki azt, hogy nem volt ilyen lehetősége, és ott kénytelen volt az utcán elvégezni a dolgát. Sajnos ilyenről is beszélni kell, mert nagyon sok ilyen probléma is volt. Tehát tényleg igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lakosságot a lehetőleg kisebb mértékben zavarja az esemény. És én úgy gondolom, hogy a város többsége azért támogatja, hogy ez az esemény ez itt van. Óriási értékünk. Hát gondoljunk vissza 2006-ra, amikor elveszítettük azt a több évtizedes hagyománnyal rendelkező fesztiválunkat, akkor is milyen tragédiaként éltük meg. Ugyanez lenne most, biztos vagyok benne, az East Festtel is, hogyha ha megszűnne. Hát nyilván olyat nem tud az ember csinálni, ami mindenkinek tetszik. Nyilván arra kell törekedni, hogy a többség elégedett legyen. És hangsúlyozom, hogy aki nem igazán kedveli már ezt a műfajt, tehát koránál fogva, azokat pedig hát lehetőleg meg kell tudni győzni, és mindent el kell tudni követnünk, hogy ne zavarja a lakosság idősebb korosztályát sem, és hát a környéken élőknek a zavarása is lehetőleg minél kisebb mértékű legyen.
Ennyit az Eastfestről. Természetesen a következő esemény, ami az Arthur Fesztivál és a Túri Vásár, arra is nagyon büszkék vagyunk, legalább annyira, vagy még talán én a magam részéről egy picit még büszkébb, hiszen ezek az események azért egy több évtizedes, illetve ha régmúltban megyek vissza, akkor egy több évszázados a Túri Vásár vonatkozásában, egy több évszázados hagyományunk elevenedik meg majd 13-án. Hát itt is, hogy a napokban tartottunk egy sajtótájékoztatót, a Közművelődés és Sport Kft., mint főszervező igyekezett tényleg egy rendkívül színes programcsomagot összeállítani. Ez szerintem sikerült is, tehát nagyon nagy értékek fognak megjelenni a színpadokon, és hát én úgy gondolom, hogy mindenki jól érezheti magát majd a rendezvény hetében, és hát magán a Túri Vásáron is, tehát szerintem minden adott ahhoz, hogy rendben menjenek a dolgok. Hát ott is majd az időjárás a meghatározó, reméljük, hogy kegyes lesz hozzánk. És hát, ahogy már a mai napon utaltam rá, ugye nemzeti ünnepünk alkalmával is azért színes programok várják majd a mezőtúriakat és az ide látogató vendégeinket, hiszen ugye lampionóztatás, sárkányhajóverseny, tehát a vízparti események, ugye beszéltünk a Hortobágy Berettyóról, tehát ezeknek az eseményeknek is zajlik a szervezése. És hát nem utolsó sorban megemlíteném, hogy ismét testvértelepülési találkozó lesz a nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, és egy közvetlenül brüsszeli pályázaton az idei esztendőben is sikerült forrást elnyernünk, durván 6 millió forint körül összeget. Ebből következhet, hogy több mint 100 vendéget várunk a testvértelepüléseinkről, és ezeknek jelentős része az fiatalkorú gyermekek lesznek, aminek én külön örülök. Úgyhogy rendkívül színes lesz az augusztus is, és hát ezen kívül, a szervezett programokon kívül, hogyha jó idő van, akkor mindenkit invitálok a strandunkra, aki még nem látta, az idén feltétlenül nézze meg, nagyon gyönyörű, szép. Egy retro hangulattal találkozik az ember, amikor belép, de szép, rendezett, és mindenki azt mondja, hogy le a kalappal. Ja, és majdnem elfelejtettem mondani, hogy ott a Túri Vásárkor, Arthur Fesztivál idején, ott azon a hétvégén még Faragó Tamás, aki ugye már félig mezőtúrinak számít, ismét megszervezi a Rózskopát, erről most kaptam hírt nem régen, úgyhogy oda is a vízilabda szerelmeseit várjuk, hiszen most már mezőtúri fiatalok is vannak, és ott vannak a versenyző csapatok között, aminek én nagyon-nagyon örülök. Mindig azt hiányoltam, amikor Tamás idehozta ezt a rendezvényt, hogy mezőtúri gyerekek nincsenek, hát most már vannak, úgyhogy lehet szurkolni a mezőtúriaknak is, és hát természetesen egy kellemes napot vagy napokat eltölteni, több napos lesz majd a strandfürdőben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a nyár hátra lévő ideje vagy időszaka rendkívül színes, programokkal tele, és hát nagyon bízom abban, hogy mindenki, a kilátogatók jól fogják tudni érezni magukat majd ezeken az eseményeken. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a Túri Objektív című műsorunkat látták, amelynek epizódjait az interneten is megtalálják. Viszontlátásra!